Somogy túrra visszatért a művészet. 2018-ban és 2019-ben textil szimpóziont rendeztek itt. A helyszín álmos kis somogyi falu. A résztvevőket Pacona Márta, az Alternatív Textil Szimpózium művészeti vezetője, a Magyarországi Alkotótelepek és Szimpózionok Társaságának elnöke meghívására a település közössége fogadta be, biztosítva a helyszínt az alkotók számára. A kéthetes művésztelep résztvevői között már befutott művészek és pályakezdő egyetemi hallgatók egyaránt jelen voltak. A mindegy 20 magyar alkotót egy-egy japán, francia, belga, holland és angliai, valamint két Erdélyből származó, kanadai és amerikai művész egészítette ki. A téma, azaz a művésztelep alapgondolata a klímaváltozás. A klímaváltozásra érzékenyen reagálva a projektben újrahasznosított anyagokat használtak a művészek az alkotásaikhoz. Még egy gondolatot, egy irányzatot, egy tradíciót, vagy ha úgy tetszik, egy életérzést is megfogalmaz a szimpózion. Igen, ez a Bauhaus. Ezen gondolatok jegyében monumentális kárpitok, hangszigetelő panelek, térinstallációk készültek. Megnyitottuk a művésztelepet Somogytúron. Az utazás és minden más fáradtság ellenére volt érdeklődés az előadásokra is. Tamás Klára, erdélyi származású textilművész mutatta be az Amerikában kiadott könyvét, amin keresztül betekinthettünk a munkásságába. Szeretném megkérni most Tamás Klárát, aki bemutatja a könyvét, kárpitokról természetesen, és ő is az egyik alkotónk a művészszerepen, aki egy héten keresztül. Kezdem azzal, hogy erről a könyvről van szó, monumentális fali szövegek ma. Angolul írtam, de most elmondok egy rövid magyar változatot róla, bemutatás, és majd kézzel kézzel kerülhet, hogy megnézzék az igazi könyvet. Megpróbálom a vetítéssel valamennyire az érdeklődésüket felkelteni. Már egy pár hallgatóval találkoztam, és nagyon köszönöm Pacona Mártának, hogy meghívott. Tehát 12-től 17-ig írtam, mert nagyon sok időbe telt elsősorban dokumentálódni a művészekről, másodszorban pedig akkor megírni a saját esszéimet, amik olyan nívon legyenek, hát én angolul nem jártam egyetemre. Azért is írtam a könyvet, hogy tanuljak jól angolul. És tehát én egy ilyen mindennapi angol környezetből próbáltam esztétikai szöveget írni, és annyira jónak kellett lennie, hogy a művészek, meg a galériák, meg mások, akik adminisztrálják a művészeket, elfogadják, és hozzájáruljanak ahhoz, hogy megjelenjenek a képek, vagy az én rendelkezésemre bocsájtsák a képeket. Szóval azért volt ilyen hosszú ez a munka. Az utolsó nagyon nehéz feladat az volt, hogy szerettem volna még jogot vásárolni különböző modern művész bemutatására, tehát ez kortárs művészet, a 21. századról szól. Hát mutatkozok én be először. Tamás Klára a nevem, és marosvásárhelyi származású vagyok. Marosvásárhelyi művészeti középiskolába jártam. Együtt jártunk, igaz? És ez a marosvásárhelyi középiskola egy fantasztikusan szép szecessziós épületben volt, amit még az 1900-as évek elején építettek. És hát akkor építették ki ezt a szecessziós központot, Marosvásárhelyen kultúrház, vármegyeház, meg minden. És
mi úgy jártunk a márvány lépcsőkön, úgy mentünk fel az utolsó emeletre a műtermeinkbe, hogy végig a nagy halban láthattunk csodálatos freskókat, meg üvegfestmények között mentünk fel, Erkel Ferenc, azért mondom, hogy Erkel Ferenc, mert Erkel Ferencnek az unokája, Erkel Trózner Sarolta, nálunk zongoratanárnő volt. Szóval nagyon sok minden kötődik a történelemhez, és ugyanígy egy kötődés Kolozsváron, ahol szintén együtt végeztünk, vagyis nagy kor különbséggel végeztünk a Kolozsvári Egyetemen. Kolozsvári Egyetem Mátyás király szülőházában volt a központ és a könyvtár. Szóval mi ilyen nagyon híres köveken járkáltunk. Utána Bukarestbe kerültem, és 22 évet éltem Bukarestben. Hát ugye a legkeményebb periódus van, amikor nagyon éheztünk, és nem volt fűtés, de fantasztikus underground kultúra volt, ahova bekapcsolódtam. A színháznak készítettem plakátokat, ami azt jelenti, hogy olyan színház volt, ami világszintű, csak hát elzárt. Nagyon jó színdarabokat és nagyon jó rendezésben láthattuk. A lényeg az, hogy engem felkértek plakátok meg műsorfüzetek készítésére, soha nem került a plakát ki az utcára, hanem összehajtogattuk és azt mondtuk, hogy az a nagy borító. És ezek a plakátok olyan sikeresek voltak, filmplakátok is, hogy mikor New Yorkba kerültem, egy adott pillanatban volt egy kiállításom, és bekerültek a Modern Art Museumba. Ami egy óriási eredmény, de úgy látszik, hogy tényleg olyan feszültséggel vannak tele, amik ők is értékelnek. Tehát ez volt Bukarest, és utána 22 évet éltem New Yorkban, mert amikor végre meg lehetett indulni, én is hanyat homlok mentem Amerikába. 5 éve élek Budapesten, a sors így hozta, de persze állandóan utazom, jövök, megyek, stb. És sokat megyek Amerikába és vissza. Na most Amerika mit jelentett? A monumentalitást. A monumentalitás magját megkaptam Marosvásárhelyen a freskókban, a freskók mellett mentünk el a műtermeinkbe, és utána pedig ott minden monumentális, óriásiak az épületek, óriásiak a halok, oda óriási művek kellenek, a múzeumokban is minden óriási, tehát a méretek monumentálisak. És ez engem nagyon ihletett, és igyekeztem ebben ilyen aktívan részt venni, olyan szempontból, hogy a terveimet úgy készítettem el, hogy egész biztos eljön a pillanat, amikor én azt meg tudom szövetni nagy méretbe. És befutott egy e-mail Kínából, amikor azt mondták, hogy nem szeretnék én Kínában gyártani Aubusson stílusban, mert Aubusson mesterek tanították meg őket. Így aztán eleinte csodálkoztam, nem is hittem, akkor elmentem oda, és a helyszínen megbeszéltük, hogy egy CD-t kell leküldeni, és ők mindent elkészítenek, majd megmutatom a műhelyet, ahol készítik, tehát felbontják a színeket, kinyomtatják, felbontják a színeket, és utána tényleg a legmagasabb mesteri szinten megszövik. Tehát ilyen szerencsés voltam, én mindenütt megtaláltam azt a kifejezésmódot, ami mondjuk nagyon megfelelt az én igényeimnek. Na most, a könyv tulajdonképpen egy rövid bevezető után, ami a ilyen történelmi bevezetés, ami arra fókuszol, hogy milyen nagy művész nevek vannak a monumentális szőnyegeknek a tervezői között. Legyen az Rafael, legyen az Goya, felsorolom nagyjából, kik azok a művészek, mert a könyv a művészek szempontjából íródik, kik azok a művészek, akik más művészeti területen nagy eredményeket értek el, és
a szőnyeget is, mint médiumot egy adott pillanatban kifejezés módként választották. És bemutatok 8 nagy művészt a világ minden részéről. Hát majd, mikor eljön az idő, akkor majd mindeniket bemutatom, és 3 részre osztottam a könyvet, ami fontos, a klasszikus szövésformák posztmodern feldolgozása, fémszőnyegek és digitális jacquard. Tehát a technikai részét is valahol bemutatom, hogy miket használnak a világban. Itt is már egy Aubusson szőnyeg és egy fémszőnyeg van összeállítva a borítón. Na most következik, ez a belső borító egy részlet a szőnyegből, ahol már egy Los Angeles-i újonnan épített ilyen erődítményszerű vagy várszerű templomnak a szőnyegeit mutatom be. Itt az oszlói operaház, amit te láttál, igen, itt az oszlói operának a függönye, egy óriási szőnyeg. És itt pedig a múzeumi szinten, hogy mutatják be a szőnyeget. Tehát már a belső borítón különböző felhasználási módját mutatom be a monumentális szőnyegeknek. Hát ez a tartalomjegyzék, itt a bevezetés, ami arról szól, hogy nagy művészek, hogy nyúltak, ahogy mondtam, Rafael, meg Goya, meg mindenki. Itt az Aubusson most ráébredt, hogy elvesztette a versenyt a világgal, és már Kínában mindenütt szőnek Aubusson stílusban, és felébredt, és most egy óriási múzeumot építettek oda, és ösztöndíjakat osztogatnak művészeknek, hogy jöjjenek, próbálkozzanak. Ez az utolsó 2-3-5 évben történt, mert annyira lerobbant a világban a szövés szintje, hogy mindent átvett Kína. Na, most kezd visszaköltözni a szőnyegszövés. Ez, tehát a modernek közül Chagallnak volt egy fantasztikus sorozata, van a jeruzsálemi Knessetben, tehát a parlamentben, és nagyon kedvesek voltak ők nekem ingyen, amikor kértem, rögtön órákon belül leküldték a képeket, és óriási méretű szőnyegekről van szó. Hát, hogy ne beszéljek félre, talán itt elmondom a méreteket, de olyan 9 méter hosszú és 3-4 méter magas szőnyegekről van szó. Igyekeztem csak a nagyon nagy méretű szőnyegekre koncentrálni, mert hát monumentális szőnyegekről van szó, és a nagy szőnyegek között van itt egy bukaresti szőnyeg. Ez is inspirált, mert amikor én abban az épületben dolgoztam a Meridian és utána Kriterion könyv kiadónál, lent a pincében 10 évig szőtték ezt a 20 méter hosszú, 7,5 méter magas és 20 méter hosszú szőnyeget. Gyönyörű a terv is, meg minden, és gyönyörűen sikerült, és talán a világ legnagyobb kézzel szőtt szőnyege. Ezt Peruban láttam, ezt a művészt, aki Maximo Laura, a szülei szövők voltak, ő angol szakot végzett, és egy nap ráébredt arra, hogy ez lesz az ő önkifejezése, és oda tettem egy ilyen 500 éves szőtt darabot, ahonnan ilyen hasonló dolgokból ihletődik, ez a geometrikus formákból is ihletődik. Nagyon szép, és ilyen nemzeti hősként ünnepelik, rengeteg megrendelése van a világban is, és nagyon sok nemzetközi díjat nyert, egy nagyon különleges textilművész. Na most itt van az a pár művész, akit én bemutattuk, összesen 8-at, közöttük magam is, hát mert hogy a MoMA-ba bekerültem, gondoltam jogosan. Az első egy
William Kentridge nevű dél-afrikai művész, utána egy ausztrál művész David Noonan, utána én Tamás Klára, és utána El Anatsui nevű metallikus szőnyegeket szövő gánai művész. A következő oldalon bemutatom, ezek lesznek bemutatva. Következő oldalon John Nava, Los Angeles-i művész, aki először 2001-ben készítette el ezt a sorozatot a Los Angeles-i templom számára, akkor épült a templom, és tőle megrendelték. Itt van Craig Horsfield, aki fényképész, és a fényképei alapján óriási szőnyegeket szőnek, és ezt például majd meglátjuk egy a Zürichi Kunsthalle-ba volt kiállítva. Egy jól ismert amerikai művész, Chuck Close a következő, aki mindig ilyen önarcképeket fest, és ezek is önarcképei, fekete-fehér, majd elmondom, amikor hozzáérek, hogy fotó alapon készülnek ezek a szőnyegtervek. És itt van P. White, ez is Los Angeles-i művész. Na most a következő, tehát itt van a klasszikus szövésformáknak a modern változata, az első bemutatott művész William Kentridge, és ő egy ilyen, ő tulajdonképpen rajzfilmes, de úgy, hogy mindent megrajzol, minden meg ilyen vágott papírdarabokat bedobál, meg széllel ott, na és azokat filmezi, és ilyen rajzfilmeket készít, szóval nagyon élők a rajzfilmjei, és nagyon szépen rajzol, és ugye a világ minden részén kiállít, minden múzeumban, Metropolitan Múzeumban, akkor a Metropolitan Operában párhuzamosan díszletei vannak, szóval egy nagyon aktív művész, minden biennálen, quadrennálen ott van, és szőnyegeket is készít. Johannesburgban egy stúdióban készülnek az ő szőnyegei, mindjárt meglátjuk. A témái ez a migráció, emigráció, kolonizáció, hogy az emberek úgy magukra veszik a sorsukat, és a térképen ott mennek, sétálnak. Igen, ez az ő fő témája, és gyökértelenedés, elgyökértelenedés, ez az Orr című opera, Gogolnak az Orr című novellája után készült, és ez is szőnyeg, de ez volt az az opera, amihez ő készítette a díszleteket. Hát minden mozgott, minden vetített, néha kinyílt egy-egy ablak, énekeltek, szóval a főszereplő a díszlet volt. Ez az ő műtermében, itt valahol említem, hogy az ő sketchei is, a kis rajzai is tele vannak monumentalitással, és akkor kedves volt. Ő küldte le az összes képet, és leküldött egy részletet a saját stúdiójából. Így néz ki a stúdió, ahol szőnek, ő azt mondja, hogy rengeteg hozzájárulása van a helyi fekete szövőművészeknek az ő műveihez, hogy szabad kezet ad nekik. Hát nem nagyon, de csak is, csak ad. Na most itt egy ausztráliai művészről beszélek, aki különben Londonban él, ez a David Noonan, és fekete-fehér szita nyomatokat készít, érdekes, a világ minden részén ő is kiállít, és felkérte az ausztrál szőnyegszövő műhely, hogy adjon egy tervet, hogy ők szőhessék meg a így néz ki. Tulajdonképpen ő fotókat használ, és ilyen áttetszőségeket, és mindent fekete-fehérben. Na most, itt a fekete-fehér nagyon sok egyéb nüanszot is tartalmaz. Így készítik a művet, és így néz ki a szövőműhely Ausztráliában, Victoria városban. Már 45 éve nagyon jól működik, nagyon jó szponzoraik voltak,
és vannak jelen pillanatban, most már ugye az állam szponszorizálja őket, és az én könyvem megjelenésének ők a kulcsai, mert hát elképzeltem, hogy írok egy könyvet. Na, senki nagyon nem áll szóba, úgy a művészekkel nem is lehet kapcsolatba kerülni, hol is kezdjem. És a sors megadta azt az esélyt, hogy kaptam egy meghívást a New York-i episzkopális templomba, ami mellett van egy ilyen restauráló műhely, és utána következett a püspökkel egy vacsora. És a vacsorán hallom, hogy mondom, hogy én készítek egy könyvet, de még nem tudtam, hogy hogy fogok neki, csak az ötlet volt meg. Készítek egy könyvet a monumentális szőnyegekről. És mellettem megszólal egy hölgy, jaj, ne hagyjam ki az ausztráliai szőnyegszövő műhelyet, az unokatestvére ott van, nem tudom mi. Ő írt, felvettük a kapcsolatot, és egy csomó anyagot kaptam tőlük, hogy a világon még ki foglalkozik vele, még ki, milyen technikák vannak, milyen kiállításokon vesznek ők részt, úgy kinyílt előttem egy világ. És akkor onnan kezdtem beindulni, összeszedni az anyagot, meg felvenni a kapcsolatokat, szóval ők, valahol ők az én legfontosabb segítőim. Ilyen aborigin, a benszülötteknek a műveit felhasználják, hogy különböző ilyen kirendeltségeken meg, na, embassy, követségen az első benyomás ehhez, tehát oda kiteszik, ez különben nem lenne rossz, a magyar követségeknél is megjelenne egy-egy mű, ami magyar művészeknek a művei, akik rögtön úgy előtérbe kerülnek. Tehát itt ilyen nagyméretű munkákról van szó, itt látszik is, hogy ott a háttérben szövik, ez egy kórházhoz készült az a piros, és természetesen gyapjú, és ausztrál gyapjú, és van egy ilyen laboratóriumunk, ahol mindig ugyanazt a színt találják el, micsoda nüanszokról van szó, és mindig az jön ki, mert ott a laboratóriumban minden a helyén van. És hát szóval nagyon jó kondíciók között dolgoznak. Ez is egy mű, egy fotó után készült, és egy múzeum rendelte meg tőlük. Na most itt következem én, itt állok egy szőnyegem mellett, aminek a címe Phoenix, 5x6 méteres, és a 9-11-es eseményekkel kapcsolatos, tehát lent itt van a Phoenix madárnak a csőre, feje, ha látszik a, mondjuk a kék vonal alatt, és utána pedig a szárnyai, amik most ugye előttünk úgy összetevődnek, tehát saját poraiból feléled a Phoenix madár. Mert hát ott így 9-11-kor minden leégett, és elég gyászos volt a város, és utána aztán egy ilyen reményteljesebb verziót készítettem, és nagyon fontos volt azoknak a családoknak, mert ott 3000 ember csak úgy elporlott, és nekem akkor volt egy galériám, közel a Wall Streethez, és közel a 911 Iker épületeihez, és hát az első években a köznapi embernek nem volt szabad, de a családtagoknak szabad volt bemenni oda a romok közé, meg még mikor még tisztogatták meg. És utána pedig ők úgy köröztek, és bejöttek az én galériámba is, és felismerték az üzenetet. Nagyon érdekes volt. Egy festményt készítettem, ami hát akkora volt, mint az a festmény, tehát nem éppen 5x6 méteres, és úgy megálltak, és júj, hát ez, és érezték az üzenetet, mert ők, mindenki valami kapaszkodott valami reménységben. Na hát ez az újraéledés reménysége, nekik az beszélt. És
Akkor mondták, hogy hát ez erről szól, nem? Igen. Hát mondom, igen, ennek a leszűrése lenne, és mondom, nagyon meg szeretném csináltatni nagyméretű szőnyegbe, de nem tudom, hogy hol. És egy évre rá befutott az e-mail, és ez volt az első szőnyegem, amit meg tudtam csináltatni. Azt hiszem, hogy az ember csak minden akarni kell, és el kell mondani, és akkor az univerzum megadja. Na most, hogy szövettessek, és hogy megismerjem a kondíciókat ott Kínában, az utazás alkalmával a kínai, vagy a bécsingi operát megnéztem, és az akkor megengedték, hogy fényképezzem a maszk készítést, és ebből készült ennek az ihletettsége alapján, és hát ehhez én nagyon tartottam, hogy ezt én elkészítsem. Tudnélik, Csindaóban volt a stúdió, és amikor a repülőtéren magyarul beszéltem a családommal, akkor valaki megszólalt, hogy milyen nyelven beszélünk. Mondom, Hungarian. Ó, a kínaiak, Hungarian, hunok, júj, hát akkor feltétlenül nézzük meg a nagy falat, mert ellenünk építették. Hát 2006-ban nekem ez úgy hangzott, mint a science fiction. Ugye? Utána aztán megtudtam, hogy igaz. És ezért aztán, hát ott járkáltam, akkor lenéztem, ott mind hunokat láttam, meg mind nagyon otthon voltam. Tehát fantasztikusan érdekes az az élmény, az a odatartozási vagy hozzátartozási élmény. Nagyon érdekes volt. És ezért nagyon tartottam ahhoz, mert a darab is valami ilyesmiről szólt, hogy egy nagy hadvezérüket bekerítették nem tudom, hogy a hunokat ellenség, és ő aztán nem lett öngyilkos, ahogy a felesége is, hanem ő visszament a csapatához, és ott hagyta magát elfogni, de nem hagyta el a csapatát. Na most, hát a 9-11 után jött egy ilyen fura háború, amit úgy hívtak, hogy hát először a háború az Afganisztán ellen szólt, és egyszer csak Irák ellen. És hát akkor nagyon megijedtem, mert én neveltem akkor volt 14-15 éves a nevelt fiam és a barátai, és hát most mi lesz, most katonának viszik, és úgy egyáltalán. És ebből az érzésből fakad ez a Dávidok és Góliátok című szőnyeg terv, ez egy festmény alapján készült, és hát az eldobott kő szilánkjai mindenkit megbántanak, és a soha be nem fejezett háború a mellék címe. Itt látható a stúdió, ahogy dolgoznak, horizontálisan, nagyon egyszerű eszközeik vannak, de fordítva dolgoznak, tehát én, amikor leadom a CD-t, kinyomtatják eredeti méretbe, és az ő művészeik minden színt külön megrajzolnak, és megszámozzák, és a megszámozás alapján elkészítik a színskálát, amivel dolgozni fognak. Én, amikor leküldtem az én levonatomat, és a színskálát volt 60 szín, hát ők 120-at láttak, úgyhogy 120 tónusban készült el, vagy még annál több is. Tehát ők ilyen becsületesen állnak hozzá, és olyan nagyon tökéletesen meg akarták csinálni. Szóval én még ilyet nem láttam, hogy úgy mondjam, úgyhogy nagyon örültem, hogy szerencsém volt. Itt a plakátaim vannak lent, ezek filmplakátok, igen. Akkor most következik az a nagyon érdekes gánai művész, aki az alkoholos üvegeknek a hozzátartozó részeiből, tehát a dobozokból is vannak ezek a papírra bevont fémdrótok, meg a kupakja az üvegeknek, meg minden fémrész összeállít, és ebből készít, ez azért fontos, mert
kente szövés van náluk, ami ilyen hosszában szövik az anyagot, ilyen geometrikus formákat, de nagyon érdekes, ilyen nagyon változatos geometrikus formákat, ami egy ilyen úgy előkelő öltözetnek a kelléke, és ő a kente szövésnek a hatását is beleviszi ezekbe a kollázsokba. Tulajdonképpen összeállítja azokat a fém darabokat, nem szövi. De a Metropolitan Múzeumban láttam, hogy úgy nevezik, hogy fémszövés. Na hát mondom, akkor fémszövés, és betesszük a könyvbe. Ő különben egy nagyon kedves ember, ez az El Anatsui, aki nem tudott nekem egy képet sem adni, tudnélik, nincsen joga a képeit osztogatni, vagy a minden jogot az a galéria tart fent, aki őt reprezentálja, és még mielőtt ilyen nagyon híres volt, már reprezentálta, és most már véglegesen, tehát csak ő. És akkor felvettem a kapcsolatot a galériával, akik megadták a jogot, leküldték a képanyagot, hogy válasszak, és megadták a jogot. Itt is olyan érdekes, minthogyha egy tarisnya lenne, igaz, és közben ilyen össze, és ez is egy nagyon érdekes darab. Hát ő összehajtogatja, aztán a múzeum is, meg a galéria is úgy állítja ki, ahogy jónak találja, és vannak tömöttebb részek, vannak áttetsző részek. Ez egy, nem látom, hogy mekkora, de olyan 8 méter szer 5 méter, de úgy összenyomva csak 3 méter, 2.500.000 dollárba kerül, és 500-an iratkoztak fel a várakozási listára, hogy ilyen méretű műveket vásárolhassanak meg. Mert Bill Gates is vett, és akkor hát ilyen fundációk, alapítványok, kompániák nagyon szeretnék, hogy a kollekciójukban legyen. Na most innen jön a digitális szőnyeg, ami azt jelenti, hogy Belgiumban készítik el a tervek alapján, ami a tervek mindig aztán komputerizált fájlekbe kerülnek, és ők azt átdolgozzák, megtalálják a megfelelő színeket, hogy a jacquard szövésnél az eredeti hatást érjék el. 250 színnel dolgoznak, és ez még 2001-ben készült a John Nava terve alapján, akit felkértek, hogy készítsen festményeket, és akkor valaki mondta, hogy beindult ez a belgiumi jacquard szövés, Flanders tapestry, és meg kéne próbálni. És akkor áttervezték az egészet, egy kicsit olyan megöregített, antikolt, reneszansz olasz templomoknak a falfestményéhez hasonló hatásokat értek el, és a Szentek felvonulnak címmel óriási méretű, és összegében óriási méretű négyzetméter felületet takarnak, ami nagyon fontos, mert egy ilyen új katedrális, az is van 2000-ben épült, és a katedrálisnak az akusztikáját javítja. John Nava egy nagyon ismert Los Angeles-i figuratív művész, és rengeteg művet rendelnek tőle. Most voltam tavasszal meglátogatni ezt a Flanders Tapestry-t, és ott láttam a új katalógusát az asztalon, mikor tárgyaltunk, és mondták, hogy megtanulta a színeknek az összeállítását azon a speciális programon, amit csak kevesen csináltak addig a világon két helyen, Los Angelesben és Madridban, addig, amíg én ezt a könyvet készítettem, és közben ő olyan sok megrendelést kapott, hogy megtanulta a programálást. Na most ez Craigie Horsfield, egy angol művész, aki fényképész. És hát őt nagyon megragadta az, hogy a fénykép az egy pillanat, maga a fénykép, és ez pedig századokra szóló mű,
ami, ha megszövi a fényképet, akkor századokra szóló mű lesz belőle. Szóval ez az időkontraszt nagyon tetszik neki, és gyönyörű festményei vannak, gyönyörű fényképei vannak, amit ő még átdolgoz. Itt például nem látszik jól sajnos, egy tömeg, nagyon szereti a tömegjeleneteket, gyárból kijövő emberek, vagy ilyen nagy zenei eseményeken, az a nagy tömeg, aki ott örjöng, és azokat mind fényképezi, és itt középen van egy kis Jézus. Szóval a fény ráesik, és van egy kis piros része, amivel felhívja arra az alakra a figyelmet. Tehát ő mindig egy kis pluszot beletesz ezekbe a fényképekbe, és ott meg a Ku Klux Klan, hát 18 méter hosszú és 3 méter magas mű. És most rátérünk Chuck Close-ra, aki egy New York-i, nagyon ismert művész, láttam egy gyönyörű összeállítást a Metropolitánban tőle. Tehát ő először kézzel rajzolt ilyen nagyon hiperrealista portrékat, de főleg önarcképeket, meg a kollégáinak, a barátainak a képét. Egy ilyen betegség, gerincbetegség miatt nem tudja mozgatni a kezét, és rá kell erősíteni az ecsetet a kezére, és most egy kicsit elnagyoltabban dolgozik, de gyönyörű, óriási méretű dolgokat csinál. Meghívták, hogy a daguerreotípját egy kicsit tanulmányozza ki, és kicsi lemezeket készít, 20 centiméteres lemez, vagy 20 centiméter, 15 centiméteres lemezek, amit aztán átalakít fényképpé, és hát a fényképek alapján elkészülnek ezek a nagyméretű, fekete-fehér szőnyegek, és itt van Belgiumban a Jacquard készítő gép mellett, látszik, olyan gyorsan szövik, minthogyha nyomtatnák. De közben 250 színről van szó, ezért egy program alapján össze kell futtatni azokat a színeket, amik azokat a hatásokat keltik a végén a színkeveredéssel, ami a tervben van. Na, ez volt az első szőnyeg, ez a füst, amit én láttam a Whitney Múzeumban egy biennálén. P. White készítette füst, de az a gyönyörűség, olyan 12 méter hosszú, 3 méter magas, én nem tudtam, hogy létezik ilyen gyönyörű dolog. Lent látszik a részlet, hogy még reliefben is játszik a felületekkel, lehet játszani a felületekkel, és olyan puha volt, és olyan csodálatos. Na, ez is az indító oka volt annak, hogy én utána nézek, hogy mi történik a nagyvilágban, a monumentális szőnyegek környezetében. És akkor megláthatjuk azt a nagy művet, ami ilyen 13x40 méteres, és az oszlói... Operaház. Igen, operaháznak a függönye. Egy ilyen összegyűrt alumínium lemez. Na most tovább megyek, és megmutatom azokat a stúdiókat. Tehát ez ugyancsak az ausztráliai Victoria városi stúdió. Kahane nevű galéria New Yorkban, aki azt hiszem harmadik generáció modern művészettel foglalkoznak, és ők maguk rendeltek Chagall rajza alapján szőnyeget, ismerték az európai nagy szőnyegszövő műhelyeket, és hátul egy Vasarellit lehet látni. Hallottam, hogy volt Vasarelli szőnyegkiállítás Budapesten ezelőtt egy jó pár évvel, tehát Vasarelli szőnyegeit, műveit is áttették szőnyegekbe. Ez John Navának a kiállítása, ezek mind szőnyegek, és fiatal generációnak az üzenetei ott vannak a t-shirtön. Ez egy lakásban. Ez egy zürichi
gyönyörű galéria, ahol európai művészek nagy szőnyegei láthatók, és mi történik itt? Nagyon szép olyan, mintha falelválasztó lenne, és a szervezője, kurátora a kiállításnak az a műhely, akik a fájeleket elkészítették, tehát az elektron, akik előkészítették a szőnyegeknek a digitális fájeleket elkészítették. Itt lehet látni, milyen gyönyörű galéria, micsoda belső térrel. Itt látható a galériának a teljes képe, ahol El Anatsui kiállított. Itt látható a Pace Gallery, akik nekem megadták a jogot, hogy csaklóznak a szőnyegeit betegyem a könyvembe. Itt a Zürichi Galéria, ahol egy gyönyörű kiállítása volt Craigie Horsfieldnek. Ezelőtt 2 évvel New Yorkban láttam egy nagyon érdekes kiállítást, 2 producer. Az egyik galéria, a másik csak ilyen producer. Mit jelent? Felvásárolják a művészektől, híres művészektől a tervet, tehát megvásárolják a tervet, és leszövettetik a saját költségei ilyen rövid szériában a szőnyegeket, eladásra, kiállításra, és már van ilyen múzeum összekötetésük, mert hol írják, hogy a Chicagói Múzeumban állították ki, meg a Palm Beach-i Múzeumban, tehát költöztetik különböző múzeumokban. Nagyon szép a kiállítás, mert tulajdonképpen muzeális darabok lettek belőle, mert fontos művészeknek a műveiről van szó. Itt is annak a kiállításnak egy részlege. És itt van a Philadelphiai Múzeum, küldte le nekem ezt az anyagot. Ott állított ki William Kentridge, ott állította ki ezt a sorozatot, ahol a gyökértelen, az elgyökértelenedésről van szó. Hát ő Dél-Afrikában élt, és ott nagyon sok ilyen probléma volt, ugye az apartheid és minden, és annak az ihletettsége alapján készültek ezek a képek. Most visszatérünk, a Brooklyni Múzeumban volt egy ilyen összefoglaló kiállítása El Anatsuinak, valami csodálatosan szép volt, óriási termekben, óriási mennyiségű anyag. Neki egy ilyen reneszánsz műterme van Gánában, ahol 10-15-ön ott dolgoznak, fűzik össze a holmikat, és ő csak készít egy-egy ilyen vázlatot, és akkor odaadja, hogy kössék össze, hogy állítsák össze. És itt például egy kupola alatt vagyunk, és a kupola legutolsó csúcsáig érnek el a szőnyegek. Vannak áttetsző részek, amik így összehurkolja azokat a fém karikákat, és itt pedig ilyen összenyomott kupakokról van szó. Tehát ő még játszik a formákkal is addig, amíg összeállítja őket. Nem mindig, van, amikor csak elhelyezi, ez pedig nagyon játékos, nagyon gazdag. Na, itt megláthatjuk az oszlói operát. Ezt csak azért tettem be, nagyon kedvesek voltak, az opera küldte le az egész anyagot, hogy egy szigetem van, és a sziget körül jég. És bizonyára ez volt az oka annak, hogy ez nyerte, mert egy verseny alapján nyerte meg P. White, hogy az ő terve készüljön el, mert az a hideg, fémes, hogy mondjam, megtört felület nagyon hasonlít az ő környezetükhöz. Tehát itt van az opera, itt van még egy kép, itt látható, hogy hátul van a baptisztérium, ott tetőtől talpig
szőtt rész van, de csak egyetlen egy jelenet, a Krisztus keresztelése, egy figuratív jelenet van. Köszönöm a figyelmet, nem tudom, hogy érdekes volt-e, remélem, mert nekem nagyon érdekes volt.